Szadán az önkormányzati képviselők ajándékcsomagot adtak át az időseknek, a rászorulóknak, a nehéz körülmények között élő családoknak december 20-án a régi Varroda épületében. Több mint 400-an kaptak csomagot. A költségeket a szadai képviselőtestület tagjai állták. És hát örülünk ennek a kis csomagnak nagyon, mert egy kis besegítés a konyhára. Hát, ami másoknak is tetszik minél, mert több csomag. Igen, háromnak viszem, én járok be vásárolni nekik, és hát nem kaptunk levelet, azért problémáztam, hogy mi van a levéllel. De most megvan a csomag, levél nincs, hát nem számít. Áldott szép karácsonyi ünnepeket kívánok mindnyájuknak. Ez nem az első alkalom már, hogy csomagot osztanak itt. Szóval. Nem az első, de ez nekünk nagyon jó jön, öregeknek. Nagyon, nagyon köszönjük a polgármesteri hivatalnak. Na viszontlátásra! Emberi szempontból úgy tartjuk önkormányzati szinten, hogy ez kötelességünk. Szeretnénk segíteni az embereknek. Minden évben megrendezzük ezt a adomány napot. Úgy gondoljuk, hogy karácsony előtt, új év előtt azok az emberek, akik kispénzűek, idősek, rászorultak, azok ezért nagyon hálásak, és mi meg nagy örömmel adjuk. Most azt még tudni kell, hogy ezek a csomagok a önkormányzati képviselők, polgármester úr és a hat képviselőnek a tiszteledi, amit mi 4 éves ciklusba fölajánlunk, abból van gyakorlatilag megvásárolva, és én úgy érzem, hogy eleget teszünk annak, amit eskünkbe fogadtunk, mint képviselő. Egyébként jelentős mennyiségről van szó, hiszen itt több száz csomagot osztanak ki ugye egy nap alatt. Igen, jelentős mennyiség. A nyilvántartásunk alapján minden olyan személy, aki időskorú és szerepel a listán, az anyakönyv vezetésnél, azokat levélbe kiértesítjük. Aki nem tud eljönni, annak pedig helybe visszük. Képviselőtársaim itt vannak személykocsival, és az elkövetkező időben a olyan rászorult, aki nem tud bejönni, ahhoz kiviszik, illetve a szociális otthonba is szállítunk ki ilyen alkalomból az ottani idős embereknek. Említette, hogy rászorulók is kapnak idős emberek mellett, ugye, hogyha jól értem. Mit jelent ez, milyen jövedelemkorláthoz kötik a csomagadás? A szociális ellátó központunk, ami nagyon jól működik, nyilván tartja azokat a személyeket, akik éves szinten, tehát mint rászorultak szerepelnek. Ez környezettanulmány, tehát a bejáratott ismeretek alapján tudjuk, hogy melyik polgártársunk az, aki valóban rászorult, és a Szociális Ellátó Központ nyilvántartása alapján ezeket az embereket ilyen esetben, amikor adományosztás van, figyelembe veszünk. Szadán erős a közösségépítő törekvés, a közösségi élet, hiszen számos esemény kötődik, akár nyáron, akár tavasszal, akár ősszel. Tehát úgy lehet sejteni, és úgy lehet látni, hogy itt egy erős közösségről van szó. Igen, az külön öröm számunkra, hogy többféle közösség, tehát különböző csoportok alakultak, civil kezdeményezések a kultúráért, az idősekért, tehát a nyugdíjas klubtól a baba klubig, tehát itt Szadán tényleg egy rendkívül kiterjedt közösségi élet van, és nem csak egy-egy alkalommal, hanem ezek rendszeresen összejönnek, és különböző rendezvényeket tartanak, és ezen kívül ezek a csoportok, civil csoportok, nagyon sokszor a nemzeti ünnepeinken, egyéb alkalmakkor is jelentősen képviseltetik magukat, tehát részt vesznek a közösség életünkben. Mit szól ez a kis ajándékhoz, a csomaghoz? Hát örülünk neki, mert mondjuk annyira nem vagyunk rászorulva, de most már mindinkább szűkül a mozgási körületünk is, és kertészkedek oda-haza. Ez nem az első alkalom, azt hiszem, hogy ilyen csomagot adnak azon. Hát ez már azt hiszem harmadik vagy negyedik alkalom. Örülünk neki, mert ez jól jön. Akármilyen kedves a polgármesteri hivataltól, hogy ezt így gondol az idősebbekre, öregekre. Miért tartja fontosnak ön, hogy ma itt segítkezzen?
Hát részben azért ugye a képviselői alapból történik ezek a segélycsomagoknak kiosztása, és a személyes kapcsolat is az emberekkel, a régi szadaiak és a betelepült szadaiak is megismeri az ember a régi időseket, akik gyerekkorában ismert, valamint az új betelepülőket is megismerni, jobban meg lehet ismerni a velük való kapcsolattartás véget, és nagyon fontos ez a mai nap, és egy viszonylag nem nagy összegű ajándékok ezek, de azért tudják, hogy számíthatnak a testületre továbbiakban is, mint eddig is, és ezért egy nagyon fontos esemény ez a mai nap. A társadalmi összefogás már tradíció Szadán. A régi közösségre is jellemző volt, hogy egy összefogás volt, és ez ma kisebb csoportokban, tehát kisebb civil szervezetekre osztódott a falu, de ezek a civil szervezetek hatékonyabbak, mint a régi, úgymond összefogás, tehát a régi világban lévő társadalmi munkák jelentették az összefogást, most pedig ezek a civil szervezeteknek, tehát a nyugdíjasok, akkor a polgárőrök, akkor a borászati egyesület, és ezek az egyesületek hatékonyabban tudnak dolgozni, tehát szétoszlanak a faluban, jobban falu minden részéből vannak ezek a tagok, és ezáltal hatékonyabban tudnak segíteni, tudják az egyes embereknek a napi gondjait is tolmácsolni, mind az önkormányzat felé, mind a képviselők felé, és ezáltal jobban célba tudunk érni egy-egy probléma megoldásánál. Sokaknak szerzett örömet az önkormányzat. Hát nagyon örülünk neki, nagyon kedvesek, nagyon aranyosak. Nagyon jól esik, hogy gondolnak az idősekre. Hagyomány már az is, hogy a képviselők a szadai szociális otthon lakóinak is ajándékcsomaggal kedveskednek, amit december 20-án Vécsei László polgármester adott át az állami fenntartású intézményben. Stábunk szeretett volna forgatni az eseményről a szociális otthonban, ám példátlan módon a közintézmény vezetője ezt megtiltotta. Egyébként ő ott sem volt akkor az otthonban, csupán helyettesével üzente ezt meg. Szerettük volna megtudni, miért nem készíthetünk interjúkat a szociális otthonban, amikor például 2012. novemberében ezt megtehettük. Csupán annyit közöltek velünk, ehhez a gondnokság alatt álló lakók gondnokai nem járultak hozzá. Megbízható forrásból viszont úgy értesültünk, a gondnokság alatt álló személyek gondnokainak többsége hónapokkal ezelőtt már hozzájárult ahhoz, hogy televíziós felvételen szerepeljen. Kérésünk ellenére meg sem kérdezték a szadai szociális otthonban lakó cselekvőképes személyeket, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy szerepeljenek a televíziós felvételen.